Szép jó estét kívánok, üdvözlöm a kedves nézőket, Breuer Péter vagyok, és ez a Világ zsidó szemmel. Megpróbáljuk a legbékésebb műsorunkat összehozni, annak ellenére, hogy ezekben a percekben is dörögnek az ágyuk, zakatolnak a repülőgépek, ha zakatolnak egyáltalán, illetve a vonatok zakatolnak, a repülőgépek bombáznak, Izraelben a terroristákat kergetik, és valahol Einbokerben, ott a sivatag kellős közepén, ahol Ben Gurion és Paula felesége sírja van, ott a településen most 5 arab ország külügyminisztere, plusz az amerikai külügyminiszter, Lapid külügyminiszter úr és Izrael miniszterelnöke, és bízom benne, hogy a honvédelmi miniszter Gantz is ott van, odáig sajnos nem látok el, és vitatott volt, hogy ott lesz vagy nem lesz. De gyorsan elmondom, hogy itt ki van. A monitoron láthatják... Benet biztos nincs ott, mert koronavírus is. Hát akkor bekapcsolódott, már megint koronavírusos, egymás után ilyen sokszor, pedig kapott 4 oltást, akkor valami nincs rendben nála, vagy jobb, hogyha a honvédelmi miniszter van ott. Na, ez majd kiderül, többek között ezt is megbeszélhetjük. Tehát akkor Skype-on keresztül itt van velünk Gyarmati István nagykövet, és egyből mellette állandó kollégája, Seres Attila. Seres Attila a Média Mogul, a Neokon főszerkesztő helyettese, és nagykövet úr, aki egyetemi tanár, biztonságpolitikai szakértő, meg sok érdekes szerződés tanúja, aláírója, szerkesztője. Úgyhogy majd, ha háborúkról, meg békéről van szó, akkor külön szeretném, hogyha elővennénk az agyadba, ami található. Közben megérkezik Tamás is, aki a technikát biztosítja és kinyomja a képernyő közepén, valami megjelent, és már el is tűnt, újból élőbe láthatók vagytok. És akkor bal kezemnél van a főrabbi, Kardos Péter, a főkántor, a főnagypapa és a rabbi testület doenja, aki hála Istennek még mindig Zugló főrabbi, habár már régen akartam, hogy legalább országos legyen, de ő nem akar ilyen pápaságot, meg a dohányba sem nagyon akar beszélni, csak hogyha nagyon nagy baj van, akkor ő megmenti, de itt nálunk, hála Istennek beszélsz. Kardos Péter római hármast láthatták a héten a nézők, és sajnos Péter közkívánatra, ahogy túl leszünk a negyedik részen, vagy folytatni kell, vagy újra ismételni, mert a nézők telefonálnak, főleg a hölgyek teljesen oda vannak érted, hogy újból akarják életutadat látni, de ha gondolod, akkor készíthetünk egy új verziót, ami egy kicsit vidámabb, hogy még többen lelkesedjenek. Az a kérdésem, hogy a feleségem kedvére ezt fütyüljétek ki, ezt a hölgyek kedvelnek engem, mert nagyon érzékeny erre a témára. Hát ennyi év után azért... Bár jó reklámnak nincs párja, meg kell mondjam. Jó, akkor ebben maradtunk, és természetesen itt van állandó reggeli vendég műsorvezető társam is, Kovács András, az Origo főmunkatársa. Szia András! Szervusztok. Ne légy meglepődve, ez egy közel-keleti televízió, leönteni a másikat nem illik, egyet érteni nem kötelező, a szavába belevágni nyugodtan bele lehet, a mikrofon rajtad van, türelmes légy melletted ülő napközisünkkel, aki most levette a napszemüvegét, hogy nehogy összekeverjük őt egy világhírű énekessel. Ő hozza ma a fény közénk, M. Kende Péter. Azt hiszem mindenkit bemutattam, és akkor jöhetnek a rémtörténetek. Tegnap a késő délutáni órákban Rehovot mellett található Heder a kisvárosában 2 izraeli állampolgárságú arab vérfürdőt rendezett, 2 embert megölt, 9 embert kórházba kezelnek, az életükért küzdenek. Egy mellette lévő étteremben határőrök vacsoráztak, és a tűz ropogására, a golyók röpködésére kimentek, és ártalmatlanították a 2 terroristát. Nem ez az első alkalom, hogy így a ramadán közelettével, hisz 4 nap múlva az iszlám egyik legfontosabb ünnepe van, a terrorist felveti fejét. Valakinek van ehhez valami hozzáfűzni valója, és utána majd folytatjuk. Nekem lenne egy hozzáfűzni van, nem elég, hogy arab az illető, de az általában Izrael a leglojálisabb beduinoktól.
származik. Nem. Az nem ő, az a... Én a Neokonon olvastam, úgyhogy... Rosszul olvastad a Neokonon. Két különböző merényletről van szó. A belsővai merénylet volt néhány nappal ezelőtt. Ott valóban egy bevásárlóközpont parkolójában egy izraeli beduin követett el. Hát még egyelőre vitás, hogy terrorcselekményt, mert igazából egy bűnözőről van szó, és a családja és az egész beduin közösség mélységesen elítélte. Úgyhogy azért mondtam, hogy ezt ne keverjük össze a tegnapival. A látszat ellenére ez minőségi különbség. Először is azért, mert a két ember, akit megöltek, a terroristák, mert itt most egyértelműen terrorizmusról van szó, ők rendőrök, rendőrtisztviselők voltak, ami egyébként a cselekmény megítélését nemzetközi jogi szempontból is más megvilágításba érzi. De ami a legfontosabb az egész történetben az az, hogy az ISIS, az iszlám állam magára vállalta a tegnapi cselekményt. Minek utána ők Törökországba szerződtek hozzájuk évekkel ezelőtt? Tehát nem a szokásos palesztin izgalomról van szó, ami Ramadán előtt beszokott következni, hanem valami másról. Egyelőre még nem tudjuk, hogy miről, de azt gondolom nagyon fontos momentum az, hogy itt az iszlám állam is. Akkor bocsánat, egy kérdés, ez azt jelenti, hogy ez az első alkalom, hogy az ISIS Izraelben valamilyen merényletet követett el? Volt már alkalom, amikor magukra vállalták, de azt csak a hec kedvéért vállalták, most konkrétumokról lehet szó. Igen, nem, András, nem, az, nem az első, de nem gyakori. Tehát ez mindenképpen kiemeli a többi terrorcselekmény közül. Annyi viszont igaz, és ennyiben a főrabbi úrhoz kapcsolódnék, hogy ismét izraeli arab, mert ugyanis a beduinok is arabok etnikailag, ismét izraeli arabok követték el, de ezek az arabok, ezek kifejezetten terroristák, akik a hatóságok információ szerint már meg is próbáltak csatlakozni az iszlám államhoz korábban. András, akartál volna mondani valamit? Csak röviden adott esetben kérdést is, hogy tartasz-e te attól a következő hónapokban vagy hetekben, hogy az ISIS úgymond megerősödik, hogy mondjuk adott esetben Európában is követhet-e el? A szunnyadó ISIS tagok, akik már itt vannak Európában is, és ezek szerint Izraelben is, hisz Izraelből is sokan utaztak Törökországba egy bizonyos időben, amikor csatlakozhattak hozzá. A hatóságoknak egy kicsit jobban oda kell figyelni szerintem, és oda is fognak figyelni. Reméljük. És bízom benne, hogy itt Európában is, főleg ezekre az alvó sejtekre, a két-három emberre. Ez nem ilyen egyszerű, hogy oda kell figyelni az alvó sejtekre. Itt már igenis befigyel az ukrán háború, befigyel Szíria, ahol az ISIS ugye gyakorlatilag hadviselő félként jelenik meg. Ott vannak az oroszok, és az oroszok most úgy tűnik, hogy akár még ISIS harcosokat is bevethetnek az ukrajnai háborúba. Tehát itt már nem a titkos szolgálatoknak az éberségéről van szó, hanem kőkemény háborús konfliktus, háborús helyzetről fenyegetettség. Nagykövet úr, és most történt valami, jelenzük a technikának. Semmi szerintem. Igen, akkor hallgatunk téged. Az a ritka eset történt, két ritka eset történt meg, az egyik, hogy nincs hozzáfűzni való, másik meg, hogy egyetértek Attilával. Na hát akkor már megérte, hogy ma megint összegyűltünk. Már akkor már megyünk is haza ezek után. Ez mindig így lesz, de most így van. Jó, akkor biztos, hogy nem így lesz mindig. Nem, azért jó veletek együtt műsort vezetni, mert nem értetek mindig mindenbe egyet, de akkor menjünk tovább és ugorjunk le a sivatagba. Ben Gurion arról álmodott, hogy egyszer a sivatag tele lesz telepesekkel, emberek ott fognak élni. A kormány azt hiszem másfél héttel ezelőtt döntött is, Dafke pont a bérsévai merénylet után arról, hogy 5 települést hoznak létre a sivatagba, tehát Einbokek környékén egy beduin és 4 zsidó települést, annyira, hogy a szervezetekkel közölték, hogy lehet külföldön és otthon már is toborozni leendő lakókat. Ki tud valamit az új települések létrejövéséről? Hogy szokott ez történni? Megint Seres Attila lesz, aki beszélni fog nekünk?
Nagyon sokat beszéltem, gondoltam, hogy most... Nem baj, majd nagykövet úrnak szólok, hogy szakítson meg, mert gondoltam, hogy mégse én meséljem el, hogy egy új település hogy jön létre. Egy biztos, megvan a kormány engedélye rá, és még az amerikaiak sem mertek nyettet mondani. Ja, azok az oroszok, akik nyettet mondanak. Hát a bocsánatot kérek, hát a Negevbe senki sem fog nemet mondani, mert a Negev az vitathatatlan. Az amerikaiak képesek rá, most, hogy az amerikai elnök azt mondta, hogy Putyint le kell váltani, és át kell szervezni a kormányát, ezek után én azt hiszem, hogy ők már mindenre képesek, arról nem beszélve, hogy... Egy... Péter, ugye ezzel azért egyetértünk, amit úgy javasolt Joe Biden. Nem azt nem, nem értek egyet, tudod miért nem értek egyet? Mert ezzel a falhoz a szorítod. A Negevet összekötni a Putyinnak a leváltásával, azért ez nagyon kreatív. Ez tényleg. Ez adott időbe, sávba mozgunk, akkor de kezdjük. Jörgöm, akkor folytassuk a Putyinnal, csak egy kérdés, hogy én... mindent értek, hogy falhoz szorítjuk, meg hogy vigyázni kell erre, vigyázni kell erre. Falhoz állítjuk már most. Igen, de a Péter szorítottat mondott. Mert nekem volt gyerekszobám, és nem állítok senkit falhoz. Igen, hát, de szorítani igen. A hatos villamoson, ami a gyerekszobám volt, szorítani lehet, de állítani de kérdezem nem. Én, hogy egy ilyen helyzetben mit kellene tenni? Tehát az, hogy Oroszország jelenleg most az európai parlamentek, mit kell az európai tenni? Tehát, hogy partnerekkel előbb megbeszélni, mielőtt hülyeséget beszél. Na tessék, ügyvéd. Igen. Továbbra is az a kérdés, hogy oké, és mit kell tenni jelen esetben mondjuk Oroszországgal szemben? Hagyni kell, hogy vívja meg a maga háborúját Ukrajnában? Nem beleszólni, és nem arra buzdítani az oroszokat, akik úgysem hallják meg, nem az amerikai elnök. Azért nem beleszólni, azért nem teljesen, hát kicsit más. Nem, én egy kicsit, nagyon nehéz ez a helyzet szerintem olyan szempontból, hogy... Végre nehéz helyzetben van. Igen, nehéz helyzetben vagyok hozva. Igen, Oroszországot meghozták a szankciókat. Nyugat a maga lehetőségei szerint, én úgy látom, hogy mindent elkövet, hogy Putyin ne tudja érvényesíteni az akaratát Ukrajnában. Tudta volna, akkor az elmúlt egy hónapban már szerintem elérte volna a célját, de nem tudta elérni a célját. A háború továbbra is zajlik. A nyugat megpróbálja valahogy feltartóztatni ezt a nyomulást. És ez a szankciók az egyik lépés, de pont reggel beszéltünk arról, hogyha megnézzük Irán példáját. Iránban is rengeteg szankciót hoztak az elmúlt hosszú évtizedekben most már lassan. Az iráni rendszer nem dőlt meg. Az a kérdés, hogy mi a megoldás? Mi a megoldás, igen. Az most láthatóan az új amerikai vezetés inkább egy tárgyalás felé mozdulna el Iránnal, és megpróbál diplomáciailag velük együttműködni. Együttműködés lehetőségét megkeresni pontosabban. Na. És lehetőséget oroszokra... adni nekik arra, hogy nekik is legyen piros gombjuk, és hogyha nagyon a falhoz vannak állítva, az oroszok... megnyomják. De az oroszokkal mi? Okay. Oroszokszágból egyszerűen... Vannak... Jegyezzük meg, hogy erre szoktuk azt mondani, ezt hívjuk deeszkalációnak, amikor egy feszült helyzetet próbálunk nem tovább feszíteni, hanem próbáljuk csökkenteni a feszültséget. Azzal hogyan? Lehet egyetérteni, vagy nem egyetérteni. Ez az, megvan. Én, hogyha az amerikaiak... De, hogy egy deeszkalációról van szó ebben az esetben, azt gondolom, az vitatható. Na, szerintem, hallgassuk meg a főtanácsadó úrat. Hogyha én az amerikaiak helyében lennék, de nem vagyok az, és nem vagyok a helyükben, én például Oroszország esetében lehet, hogy az lenne egy nyomásgyakorlási eszköz, hogy mondjuk Kína és az Egyesült Államok közötti kapcsolatokat valahogy, mint ahogy a 70-es években egyszer ügyesen megcsinálta a Nixon adminisztráció, szépen kimozgatták a Szovjetunió mellől az Egyesült, a Kínát. És hát rögtön, ez csak átmenetileg sikerült. De rögtön két... A fő célpontja Amerikának pont Kína. Én ezt tudom jól, csak hogy kérdezzük, hogy hogyan lehetne az Oroszországot, úgymond, ezt az egész konfliktus mondjuk leállítani. Na de a konfliktust, hisz te idehoztad most jelen pillanatban Iránt, és iráni segítséggel éppen egy szaúd-arábiai olajfinomítót majdnem használhatatlannak tették pár nappal ezelőtt. Ezért nincs ott a szaúd-arábiai külügyminiszter most a sivatagban, a külügyminiszterek megbeszélésén. Tehát abban a pillanatban, amikor Amerika egyik részről
Putyin nem egy pozitív figura, ez tény és való. De nincs is vita. Ezen nincs vita közöttünk. De az, hogy előáll az amerikai elnök, és a partnereivel nem egyeztet. Figura, mondja egyet. Én. Tehát akkor csak azért, hogy legyen valami pozitív is, de különben igazad van. Na most, és mi? Természetesen a főrabbi úr a legpozitívabb. Igen, mindjárt meg ki is használom ezt a jelzőt. Igen. Megkérdezném András, hogy az életben nem tudok egy mondatot befejezni. A megoldások között föl sem merül benned, hogy a Putyint meggyőzni, hogy lépjenek be a NATO-ba? Én kizárnám. Sőt, azért is zárnám ki, mert gyakorlatilag volt egy pillanat, emlékezzünk vissza 2001-ben, az amerikai terrortámadás után, még el is hangzott az, hogy bizonyos helyzetekben elképzelhetőnek tartja az amerikai vezetés, hogy Oroszország majd valamikor a távolívőben a NATO tagja is lehetne, akár én emlékszem, hogy... ez egy mítosz, ennek nincsen írásos dokumentum a bizonyítása. A nagykövet úr, te erről mit tudsz? Ez mi, oda kéne figyelni, légy szíves. Hogy komolyan felmerült volna, hogy a NATO, amerikai részről, hogy a NATO-ba bevegyék valaha is Oroszországot. Soha nem merült föl egyébként. Sztálin félrevezetésképpen egyszer mondta, hogy ők szeretnének NATO tagok lenni. Hát. Ezt a Hard nem bírta ezt a Sztálini dolgot, igen, de nem baj, mert Tomi mindjárt jön és majd helyre teszi az egész rendszert, tehát akkor ezt most fagyasszuk be és folytassuk addig is, ameddig kollégáink visszakerülnek az éterbe, mert ugye a technika lehet, hogy most éppen minket támad. De nem lehet, hogy elfelejtem ezt a dolgot. Ugye én azért mondtam ezt a 2001-es példát, mert nagyon megjavultak az amerikai és orosz kapcsolatok abban a pillanatban, mert a két fél között volt egy érdekazonosság. Értelemszerűen Oroszország akkor jóval gyengébb volt. Ő is komoly terrorfenyegetettséggel nézett szembe ugye a déli határrészein, Csecsenföldön, stb. Akkor éppen nagyon jó volt. Tehát, hogy ha valamilyen módon meg lehetne állapodni, tehát meg kéne találni mondjuk az érdek azonosságokat elsősorban, ha egyáltalán még vannak ilyenek a felek. Én arra gondoltam, hogy ez a mai nap a történelembe egy különleges napként fog bevonulni, gondoltam erre tegnap reggel, amíg nem történt meg a terrortámadás, hogy mekkora dolog, hogy az ígéret földjén Ben Gurion Síria mellett 5 arab ország nagykövete van jelen. Egyébként ez baromi jelentős dolog, tehát azért ezt szögezzük le, hogy ez itt nagyon fontos. Tomi segítségével újra a fedélzeten Gyarmati István és Seres Attila, lemaradtatok a lényegről. Kérlek, ma már Sztálin nevét többet ne ejts ki, mert a Sztálinra úgy látszik, hogy a hekkerek allergiásak, és azzal a pillanattal megszüntetnek titeket. Úgyhogy... Hogy? Dzsugacs. Az a Jelcinnel és Putyinnal kapcsolatban is egyébként előkerült olyannyira, hogy Putyin maga terjeszti azt, hogy ha jól emlékszem, talán Clintontól megkérdezte, hogy fölvennék őket a NATO-ba, de ennek nincsen semmilyen dokumentáció. Ameddig ti távol voltatok, igen, nagykövet úr, fejezd be a mondatot. Semmi, csak is, ha megkérdezte, akkor mi van? Hát... Jó. Ameddig ti távol voltatok, addig mi a világ békéjét megpróbáltuk helyrehozni, és szerettük volna történelmivé tenni ezt a mai napot, amikor 5 arab ország nagykövete, külügyminisztere és a zsidó állam külügyminisztere Covid esetén így lemaradtunk az izraeli miniszterelnökről, és az Amerikai Egyesült Államok külügyminisztere Ben Gurion Síriától pár száz méterre összeül, és a térség problémáiról beszél. Azt tegyük hozzá, hogy meglehetősen kétségbe esett külügyminiszterekről van szó ebben az esetben, akiket, tehát itt nem valami baráti találkozóról van szó, itt most arról van szó, hogy a Blinken amerikai külügyminiszter próbálják a többiek győzködni arról, hogy ne csinálja már ezt az iráni atomalkus deeszkalációt, mert az ő bőrükre megy ki a játék, csak azért, hogy egy kis kontextusban... Igen, de azért mégiscsak történelmi dolog, hogy 6 állam
5 arab és egy zsidó állam külügyminiszterei győzködik az amerikai külügminiszter. Így van, hogy az tehát, hogy közös érdekük van. Nem az asztal túloldalán ülnek, mint ellenségek, hanem mint szövetségesek. Nagy kajak neked, szerkesztő úr, negyedszer próbálod a háborúról elterelni a figyelmet át a Közel-Keletre, ami hát eddig első helyen volt, de sajnos most a háború miatt már második helyre kerül Izrael is, ami körülötte történik. Ott helyben is a háborúra figyelnek, meg a menekültekre. Nekem nem sajnos, bocsánat, ne legyen már sajnos. Én úgy érzem, hogy a szaúd-arábiai robbantás is figyelemre méltó, mert ennek nem lesz vége, és mindig ugyanarról van szó. Az oroszok nem szeretnék azt sem, hogyha Irán ellátná helyettük legalább részben fűtőanyaggal, olajjal, gázzal Európát, meg lehet, hogy Szaúd-Arábiával is fönntartásaik vannak. Hát, azt gondoltad, hogy ők benne vannak ebben a robbantásban. Bocsánat, emlékszik valaki a stúdióba arra, hogy hogy kerülnek az oroszok az asztalra? Hogy kerültek Szíriába? Hát a rejtő regény alapján van egy orosz hússaláta is az asztalon. Emlékeztek még, hogy kerültek? Mindenről a főszerkesztő úr tehet, mert ő hozta a falhoz szorításba az oroszokat. És te akkor föl is vetetted, hogy összehozta a Putyint a merényletekkel, az izraeli merényletekkel. Jó. Emlékeztek rá, hogy kerülnek az oroszok a közöttük? Most mondtam az előbb. Rejtő Jenőt félretesszük hűvösre a frigóba, úgyhogy nyugodtan, Rasi, mondd el, hogy kerültek oda. Próbálom a nagykövet úrnak a érdeklődését fölkelteni, mikor bedobom, hogy Barack Obama. Barack Obamának köszönhetjük az oroszoknak a részvételét a közel-keleti békefenntartásba, ugyanis mi történt? Hát ugye történt egy dolog, azt mondom, 2013-ban, ami egyébként nagyon szorosan összefügg aztán a krím és a többi eseményekkel, ez a valami, ez pedig az volt, hogy Obama egy durva ultimátumot szabott a Bashar Assadnak, hogy amennyiben vegyi fegyvert vett be a saját népe ellen, a polgárháborúban, és olyan érgomborgom lesz, amilyet még nem látott a világ. Na most ez a Bashar Assad gazember, hát ezt nem áthallotta, azóta úgy tudom teljesen dokumentált az 1493 saját állampolgárának az életét követelő vegyi támadást végrehajtani, és ott állt Barack Obama, hogy úristen, mi legy, most mi legy át, most mégsem bombázhatja le egész Szíriát, és akkor az történt, hogy kvázi békefenntartóként megegyezett az oroszokkal, hogy ugyan menjenek már oda, és ők intézzék el ezt a piszkos munkát. És az oroszok nagy örömmel elvállalták, ugyanis az oroszoknak nagyon hiányzott a melegtengeri kikötő, és itt már nagyon messzire vezet a dolog, úgyhogy nem akarok majd belemenni. Így jutottak az oroszok melegtengeri kikötő Szíriába, és így történt, hogy az oroszok hatalmon tartották Bashar Assadot, aki... És így történt, hogy ma ők uralják a légteret Szíria felett. A kvázi szövetséges is. András, igen. Szíria fölött azért... Nem az izraeli külügyminiszteri találkozó a történelmi esemény, hanem az, hogy én most állandóan egyetértek az Attilával, szerintem ez sokkal történelmi... Szerintem ez a hirtelen Covidodnak köszönhető. Félrekezeltek. Vagy zsarolás, vagy fenyegetés. Hogy ez tartós károsodást okoz bennem, de... Ez a long covid tünet, nem jó. Szépültetünk titeket. Két dolgot hozzátennék, hogy Obama sok minden más rosszat is csinált a Közel-Keleten még ezen kívül, de tényleg ez a legnyilvánvalóbb. A másik meg, hogy hát az oroszok megígértek valamit Obamának, és pont az ellenkezőjét csinálták, de ezen nem kell meglepődni egyébként, mert hogy ez így szokott lenni a dolog. Valóban, ugye hát aztán sok minden történt még a Szíriában, meg Szíria körül orosz részvétellel, meg anélkül, de valóban a kezdetek azok innen származnak. És hogy én pontosan idézem Attilát, akibe belefolytom most a szót, és az orosz medve karmai még mindig ott vannak a Golán fölött, tehát amikor az izraeli légierő rendet akar csinálni, akkor valahogy mégis egyeztetni kell, de itt két megszólaló is.
A krémet, bocsánatot kérek, vegyük már észre. Hogy? És ezután szerezte meg Putyin a krémet. Pont azt akartam mondani én is. Volt Amerikának a gyengeségét tesztelte, és úgy ítélte meg, hogy Amerika elég gyenge ahhoz, hogy megszerezze a krémet, és a történelem azt igazolja, hogy igaza volt. És aztán a krém után Kelet-Ukrajnának egy jó részén. Így van, főrabbi úr következik. Háborúban azt mondani, hogy nekem valami tetszik, az elég morbidul hangzik. Mégis azt mondom, nekem a Putyin tegnapi nyilatkozata nagyon tetszett, ami azt tegnap? Mondja, orosz könyveket égetnek az utcákon, mint a fasizmus idején. Mondja ezt Putyin. A nácizmus idején a fasizták nem égettek könyveket. Jó, jó. Akkor a nácizmus idején. A kettő szava a náci. Tehát ez nagyon szellemes volt nekem. Hát én nagyon nem kérnék az ő szellemességéből, mert közben... Milyen hajtóvadászat folyik az orosz kultúra ellen? Tényleg most már Csehovot is betiltják. Mert van olyan magyar színház, ami éppen Csehovot játszik. Jó, András. Nem, én szeretnék egy... Már egy nagyon, nagyon érdekes dolgot olvastam, és az orosz témához kapcsolódik, kicsit távolabbról. Ugye Zelenszky több helyen mondott beszédet bejelentkezve, Európai Tanácson, Európai Parlamentben. Nem tudom, hogy mennyire jó államelnök, de egy ragyogó kommunikátor. Igen, és az az érdekes, hogy Ausztriában is szeretett volna felszólalni az ottani parlament ülésén, és az osztrák parlamentben úgy döntöttek, hogy nem kívánják meghallgatni Zelenszkyt, arra hivatkoztak, hogy túlságosan elfogult, és egyoldalú lenne az ő tájékoztatása. És számomra ez azt mutatja, lehet, hogy tévedek, mintha kezdene egész Európában megváltozni, vagy nem Európában, egy részén megváltozni a hangulat ezügyben. Én tudom, hogy Ausztriának elég komoly oroszországi gazdasági kapcsolatai vannak, személyi összefonódások vannak. Nem is kevés. Ti ezt hogy látjátok, hogy ez mit üzen szerintetek az osztrák parlamenti döntés, mégiscsak a parlamenti arányok is ugye... Én azért hagyd legyek el... Én elhiszem, András, amit mondasz, de hagyd legyek elfogult. Akkor, amikor Magyarország határain idős férfiakat és asszonyokat, egyedülálló nőket a gyerekeikkel, mert a férjeik, meg az apjaik éppen harcolnak, vagy már lehet, hogy meg is haltak, akkor ezt nem tudom elfogadni. Az, hogy az ukrán elnök mit mond, ő így küzd, most egy színészről van szó, egy igazi... Államelnökről van szó. Egy államelnökről van szó. Nem az a kérdés, hogy államelnök vagy színész. Ő teszi a dolgát, ő neki az a dolga. Ő teszi a dolgát, de viszont joga van másoknak nem meghallgatni. Nem csak az... Azért nem hívják meg, mert Zelenszky elfogult. Hát, na kérem szépen, micsoda meglepetés. Az osztrákokkal volt nekem más bajom is, tehát ha megnézzük, hogy a szobafestőnek van-e valami köze hozzá. A parlamentnél azért fontosabb ember a maga Macron elnök, a francia elnök, ugye az... Aki meghallgatta a Knesset, és Magyarország is meghallgatta, illetve az Európai Unió vagy a NATO is meghallgatta őt, annak ellenére, hogy nagyot személyeskedett Magyarországgal, és például amikor az izraeli Knesset, a parlamenti képviselők Zoomon meghallgatták, volt pár nagyon kellemetlen mondata Izraelnek is, pedig a zsidó állam a maximumot, amit arányaihoz képest tehet, megtesz. Úgyhogy... Az, amit a holokauszt relativizálásával tesz, ennek a háborúnak az égisze alatt és a háborús propagandába ágyazva, azt gondolom, annak hosszú távon ránk nézve, zsidókra nézve nagyon súlyos következményei lesznek. Úgyhogy, de az osztrákokkal van más problémám is. Nem csak érdekes dolog. Nem, semmilyen változás nem fog hozni. Az osztrákok most nem hallgatták meg, vagy nem akarták, hogy ott a parlament előtt fölépjen, és semmilyen változás nem fog hozni. Nem fog megfordulni a helyzet, még véletlenül sem. Ugyanúgy el kell ítélni az oroszokat, és ugyanúgy támogatni kell jelen pillanatban Ukrajnát. Viszont ez az egész háborús helyzet, hiszitek vagy nem hisztek meg a kedves nézők, történt valami a magyar zsidóság esetében. Itt volt nálam az egyházért felelős államtitkár, aki ágadákat mesélt arról, elragadtatva beszélt arról, hogy a magyarországi zsidó szervezetek hogy összefogtak. Hát egy háború... A Vince volt? Nem. Nem, ő csak megerősítette ma ezt.
Soltész Miklós. Soltész Miklós, aki külön kiemelte, hogy a Mazsihisz is erején felül mindent megtett, tehát egy háború kell ahhoz, hogy a magyarországi zsidóság összefogjon? Hát nem tudom, mielőtt... Mielőtt hurrázni kezdenénk, hadd mondjam el, hogy két nevet mondanék, Friedman Dénes és János Korcsák. Friedman Dénes az újpesti közösség rabja volt, aki a közössége élén ment Auschwitzba és a gázkamrába. Nem kért kivételet. János Korcsák nem volt zsidó, de egy zsidó árvaházat tartott fent a Varsó, illetve a gettóba. És emlékműve a Jászvásznőbe ott nem van. Kellett volna, de a tanítványai élén ment Treblinkába és ölték meg. A mostani egyik ukrajnai főrabbi úgy hagyta ott a közösségét a háborúba, idejött Budapestre, megdicsért a Mazsihiszt, utána elment az ortodoxiához, megdicsérte az ortodoxiát, utána elment New Yorkba. Közössége ott maradt Ukrajnába. Én több ilyen rabbiról is hallottam, akikről ugye azt mondták, hogy amíg lehetett, mentette a közösséget. Tagjait majd utána úgy döntött, hogy inkább egy szónak százavége napjainkban a magyarországi zsidóság... A többi, a rabbik is, meg a zsidók is ugyanolyan emberek, mint a többi. Van ilyen is, van olyan is. Van. Igen, viszont a mai magyar zsidóság gondoskodik arról, hogy az Ukrajnába ragadt kóserül étkezők és nem kóserül étkezők el legyenek látva. Ez természetesen a magyar állam segítségével is, és talán nem véletlen, hogy a Vöröskereszt Magyarországot jelölte ki bázisnak. Ne hallgatom, nálam beletenyerelti a lecsóba ezzel a mondatokkal. Tudnélik, nem az ukrán zsidókat kell nekünk menteni, hanem az ukrán menekülteket. Na most ehhez képest bennünket nem engedtek be a bokcsarnokba. Tehát ott nincs zsidó képviselet, de a többi egyház jelen van. Köszönöm, ennyi. Köszönöm a kiegészítést, erről nem tudtam. Én még le vagyok ragadva a keleti és a nyugati pályaudvaron, mert ott jártam. Bokcsánom. De mit jelent, amit a főrabbi úr gondolt, hogy nem engedték be? És hogy ez milyen? Ez nem tudom értelmezni. Miután én kijártam a keleti pályaudvara meg a nyugatira minden nap, azon a ominózus vasárnapon megmondták, hogy holnaptól nem itt vagyunk, hanem a bokcsarnokba. Másnap oda mentem a bokcsarnokba, ahogy ezt elmondottam a másik műsorba. Már bevásároltam előre egy 2 kiló szatyorral, mindenféle. De mi van a bokcsarnokban? Ja, nem tudod, mi van a bokcsarnokban? Oda helyezték. Főszerkesztő helyettes úr. Oda viszik a pályaudvarról a menekülteket, ott látják el, ott tudnak pihenni, melegedni, étkezni. Egy központ van ott? Igen. Van. Így van, és a sok kis civil szervezet továbbra is működhet, de a nagyok szárnyai alatt ott a helyszínen csak kijelöltek vannak. És maga... Ez nem köztudomás, csak azért tartottam fontosnak, hogy a köztudomás. De hála Istennek a főrabbi úr a világon mindenről tud, mert ő elment és bevásárolt nekik, és nem engedték be. Igen, hallgassuk a főrabbi úr. Megérkezek oda a csomaggal a bokcsarnokhoz, 4 ember állja az utamat, kérdezik, hogy mit akarok. Hát mondom, szeretnék bemenni. Miért? Mondom, hát adományt hoztam. Ide nem. És mutattak egy címlistát, hogy ide ezeken a helyeken lehet leadni, több kilométer. És mondom neki, hogy uram, ne haragudj, én most 86 évesen fogok órákig villamosozni Pesten ezzel a csomaggal. Hogyha biztosíthatom önt, ha ön 50 éves lenne, akkor se engednénk be. És akkor neveztem el az Unintelligent Service munkatársainak ezt a 4 embert. Ezzel, és aztán hallom a tévében, hogy nem csak engem, másokat se engedtek be, akik a keletibe voltak, kivéve a nagy történelmi egyházakat, meg a Mazsihiszt. De ez mi? Ez egy állami dolog? Állami dolog, de ezt én sem, ezt a beengedést, ezt én is utána kérdezek ennek, mert ezt eléggé furcsálom. Abszolút állami, és 3 hétig remekül megvoltunk nélkülük, meg ők is velünk. Elláttuk a keletibe, meg a nyugatiba a dolgokat. Most összkomfortosították, szó szerint fűtés van, meg adminisztráció, meg egyebek. Hát a pályával elég hideg volt. Csak minket nem engednek be.
Jó, utána nézzünk a dolgoknak. Kedves nézőim, hátra van még 10 percünk és 15 másodpercünk. Nem kérdeztem meg, amit szoktam, hogy na mi történt veletek, és akkor kezdjük a jó lakott napközissel, mert ő ma még nem sokat beszélhetett. Ami mi történt nagyon veled jó. Az elmúlt héten, és mi fog történni a héten? Nem spoilerozzuk a leendő műsorodat a főrabbi úrral. De spoilerezhetem a szerdát. Ja, mert hogy szerdán te leszel. Szerdán én jövök műsort vezetni a Pirkadatba. Nagyon jó lesz, nagyon sok érdekes vendég jön. Jó sokáig fogok itt tartózkodni. Semmi extra nem történt a múlt héten. Minden szép volt, minden jó volt. Szombaton ellátogattam reggel a Visegrádi utcai zsinagógába. Nagyon jól éreztem ott magam. Vendégként bennem. Biztos kidus is volt. Az ortodoxia zsinagógája, igen, 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 igen. És annyit azért, de hoz... azért ők egész másak. Az oké, de igen, autonómia az autonómia. Most ebben nem menjünk bele, tehát most nem kell... Rabbi úr, autonómok vagy nem autonómok? Nevükbe, igen. Csak nevükbe? Péter, hogy még a fiatalok járnak még oda? Igen, 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 meg most már vannak sokan... Szépkorúak is. Amerikából érkezettek. Igen, mert ez a modern ortodoxiának igen. volt régen. Nagyon, 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 nagyon jó volt. És visszatérve még, hogy nem szabad spoilerezni természetesen, ahogy ezt a főszerkesztő úr kérte tőlem, de azt tudom mondani, hogy a főrabbi úr két legkedvesebb, többszörös idézőjelben heti szakaszáról fog most akkor beszélni hagyd, most, beszél meg a jövő héten. Nagyon szereti, és én azt gondolom, hogy ki is fogom használni András, az alkalmat. Egy pillanatra, akkor most téged kihagylak, aztán visszatérünk hozzá. Péter, milyen heti szakasz jön, amit te nagyon szeretsz? Te az összes többszörös heti idézője. És ez egy általában kettős heti szakasz, csak a szökőév lévén ez most egyenként. Száz Ria ismét Cajró. Aha, ez az, ami engem össze szokott kever. Bőrbetegségek igen. sora, kelések, pszichoszomatikus kiütések. Egyebek vannak. Csupa jó dolog. Minden rabbi imádkozik, nehogy bár mit szót kelljen tartani ezen a héten. Értem, hát ez egy nagyon érdekes dolog, mert az összes hipohondria akkor előjön. András, tiéd a sor, aztán nem engedem bántani a hipohondereket, elnézni. Tele van velük a temető. Ne. Na ugye András, megmondtam. András, mi történik veled? Hát azt én nem tudom pontosan, hogy mi fog velem történni a héten. Hát nem fogok unatkozni, ebbe teljesen biztos vagyok. Hogy készülsz lelkileg április 3-ára? Vannak olyan barátaim, akik azt mondták, hogy ha győznek, akkor sárga földig leisszák magukat. Ha nem győznek, akkor jobb, ha nem is hívom őket. Mivel ez lesz már a... Hú, már én magam sem tudom megszámolni, hányadik olyan választás, amin dolgozom. Szerintem nagyjából már a 6.-7. Úgyhogy különösebb olyan mély érzelmi átélés nem élek. Ja, persze érdekel, kíváncsi vagyok, hogy mi fog történni. Tippelni nem merek, meglátjuk. Nagyon érdekes lesz szerintem a végeredmény, és nagyon izgalmas lesz. Tessék? Akinek? Igen, annak, hogy mindenki elmenjen választani. Nehogy megmond, hogy kinek munkaz. Csak az Újpest, csak az Újpest, hát, csak az Újpest. De én szerintem te egy Ferencváros drukker. Én Ferencváros drukker. És akkor következzék egy igazi Ferencváros drukker, aki gyerekkora óta Ferencváros drukker. Hát, na, főrabbi úr, azt magyarázd meg nekem, hogy akkor mi lesz most. Hol volt még az András, amikor hát, én a Fradi pályára jártam. Igen. És túlélted, hála Istennek. Kinizsi pálya, pardon. Na most akkor mi is lesz itt ezzel a... hipohondriás heti szakasszal, meg utána a 3-ával? Az lesz, mint az klasszikus érettségi viccen, amikor a Arany Jánost tanulja meg, a izé brahizik, hogy azt fogja húzni, vagy, és mondják, hát akkor Petőfi Sándor, az nem, de Arany János, aki, és arról beszél. Ez lesz a heti szakasszal. Értem, és mi vár rád még ezen a héten? Mozgó urnát rendeltél, vagy a családot összekalapálod, és mentek szavazni? Ne haragudj, ha eldicsekszem, de a mozgóurnát legfeljebb vinni kell nekünk. Nagy különbség, hogy hozzák vagy viszem. Jó, én nem erre gondoltam, hanem lehet, hogy hazalentelni, hogy ne kelljen elmenni. Jó,
Értem. És akkor ott van a mi két barátunk a messzi távolba, fal, egyik a másik falát támasztja. Nagykövet úr, mi lesz a külpolitikai kitekintővel? Hagyd már abba ezt a covidolást, és gyerünk. Hát tele a világ eseményekkel. Köze nincs a Covid-hoz. A külpolitikai kitekintőnek lesz egy következő műsora. Megszokott műsorrend szerint jövő héten összehozunk valamit minden valószínűség szerint. Majd meglátjuk, hogy a világ hogyan alakul. Bár nem tudom, hogy a jövő héten ki fog külpolitikára figyelni, de sajnos kénytelenek leszünk valószínűleg. Hát ha más nem, akkor a belpolitikának a külpolitikára való hatásairól. Én válaszolnék a nagykövetnek. Ki fog figyelni a jövőbe a külpolitikára, akik elég jó tablettát halmoztak fel otthon. Na. Seres Attila, mire való a jó tabletta? Hát, ugye ez ilyen akasztófa humor volt a főrabbi úr részéről, akitől nem áll távol a fekete irónia. Hát kérdezz meg a patikusokat, ugye, teszi fekete humor. Hát, kérdezz meg a patikusokat, hogy felvásárolták a jó tablettát. Igen, a radioaktív szennyeződésnek az élettani hatásainak a csökkentésére. De sokat nem segít egyébként. Tehát ugye hát ez az atomháborúra, vagy valamilyen atomreaktor nukleáris szerencsétlenségre. Értem. Tehát akkor ne próbáljunk most a patikába. Hogyha valamire, akkor erre nem számítok. Egy kicsit úgy vagyok ezzel, hogy az olyan, mint az aszteroida, hogy nem kell tőle félni. Tehát ha bekövetkezik, akkor bekövetkezik. A háborúra se számítottunk. Jó, hát akkor elmondom nektek a rossz hírt, hogy ti bemerevettetek, de azért hangösszeköttetés van, és elkövetkezik az a pillanat, amikor búcsúzunk a nézőktől. Kedves nézőim, hangosítsák fel a készülékeket, hogy a szomszéd is hallja, hogy van egy televízió, aki azért van, hogy önök ne legyenek egyedül, és ahol megmondják az igazat, néha mi is lukra futunk, mert ma eldönteni, hogy mi az igazi hír, az nem egy egyszerű dolog. Látjuk azt, hogy több internetes oldal úgy szintén most nem működik, úgy látszik, hogy utolérték őket, de bízunk benne, hogy mindenki talpra áll és közvetítheti a saját, illetve mindannyiunk igazát. Vendégeink voltak Emkende Péter, a Jó lakott napközis, Kovács András, az Origó főmunkatársa, nick neve neki nincsen, de ha sokszor jön hozzánk, akkor majd kitalálunk nekik valamit, addig is kedveljék csak azért, mert jött, és itt van a mi főrabbi úrunk is, Kardos Péter, főkántor, főrabbi, főnagypapa, főszerkesztő, még valami főcsalád. Az egészség. Az egészség és a hipohondria. És itt volt velünk a nagykövet úr is, Gyarmati István, a biztonságpolitikus, az egyetemi tanár, és itt volt a mi Rasink is, Attila, aki egy egész birodalmat épített, ezt ma reggel is megnéztem, és visszanéztem a régi megjelenéseket, és tegyek önök is ezt, mert ő nem csak a Neokonnak a főszerkesztő helyettese, hanem az alapító tulajdonosa is a hírolvasó.com-nak, a Zsírádiónak és sok-sok mindennek. Ennyi, amennyi belefért a mai világ zsidó szemmel, jövő héten is Isten segítségével itt leszünk, és akkor már azt is tudjunk, hogy milyen új kormánya lesz Magyarországnak, marad-e a régi, vagy bármi változás érünk minket, és addigra talán a világ béke is kitör. Drukkolunk Izraelnek is, hogy ott a sivatag fővárosában, a Negevben jó döntéseket hozzanak, és meggyőzzék az amerikai külügyminisztert, hogy menjen haza és győzze meg az amerikai elnököt, Hogy győzze meg. De még egy dolog kifelejtettél, vasárnap a választás mellett egy dolog minden is eldőlhet, a Fradi bajnoki címe, hogyha a felcsút otthonába tud nyerni. Ez nagyon izgalmas, bízunk benne, na de nehogy szavazás helyett meccsre menjenek, előbb menjenek el szavazni, és utána meccseljenek. Ennyi a tanácsunk, amit a futballhoz tudunk tenni. Attila, nagykövet úr, akartok valamit a foci meccshez hozzáfűzni, vagy nem vagytok érdekeltek? Nem. Ez rövid válasz volt. Attila, további jó munkát mindkettőtöknek, nagykövet úrnak is. Mielőbb szeretnénk titeket élőbe itt látni, itt
ott a pultnál, nem az interneten, ha bár néha ez jó, hogyha lefagy a kép, vagy lefagy a hang, akkor más is szóhoz tud jutni. Dávke, ma mindenkit engedtetek beszélni, úgy látszik, jót tesz nektek, ha együtt vagytok. Köszönöm, hogy itt voltatok, akkor jövő hétfőn is, és holnap reggel kedden velem újra találkoznak, aztán szerdán, mind ahogy azt M. Kende Péter beharangozta, ő is itt lesz. További jó tévézést!